Sziasztok, én Lucky vagyok, és érkeztünk a következő Minecraft videónkhoz. Belaggoltunk egy pillanatra, ne aggódjatok, nem kell ettől tartani, néha megesik az ilyen. És srácok, jó január 10-én volt utoljára, ha jól emlékszem, Minecraft, szóval megint egy hónapos kihagyással tértünk vissza a hardcore világunkba. És az a nagy harci helyzet, hogy amit látjátok, ez megint nem élőadás. Tehát nem tudom, mennyire tűnt fel, de ez nem egy élőadás. Aminek igazából technikai okai vannak, amiért ez nem jött össze. Most én mit csinálok, az... Megyek haza szépen, hiszen el kell kezdeni szép lassan bájtalt főzni, mert azért szeretnék lassan mindenképpen átmenni az endbe és legyűrni a sárkányt. Jó irányba jövök? Ja, jó irányba jövök, csak kicsit jobbra kell mennem, ugye? Hát igen, nem mondom, most nem mondok újat szerintem azzal, hogy a rövid távú, hát most már talán ilyen rövid távú tervünk az az, hogy átmenjünk az endbe és legyűrjük a sárkányt. Ahhoz gyűjtünk enderpearl-öket jelenleg, legalábbis az előző rész arról szólt, hogy enderpearl-öket gyűjtünk. A mai részben is biztos lesz olyan szegmens, ahol azt fogjuk csinálni, de most az elején elkezdünk bájtalokat főzni. Aztán hát enchantolni kéne mindenképpen, mert egy looting a kardomra mindenképp jó lenne. Azzal sokkal egyszerűbb lenne például enderpearl-öket gyűjtögetni. Nézzük, hogy hogyan áll a készletünk. Van egy önjavításom, van egy védelme Oké, nézzük meg, itt lent nincs-e véletlen olyan, amit a szerencse kettő, igen, az jöhet a gyémánt sárkányunkra majd. Viszont looting nincsen. Viszont, srácok, az a harci helyzet, hogy én videót tesztelgettem, hogy hogy valószínűbb, hogy bedobja a lootingot, hogyha egy tök új kardot próbálok enchantolni, vagy pedig a könyveket. Könyveket, craftot, nem is tudom, itt az egész megtellett, egyetlen egy könyv volt, ami volt looting, viszont kardokkal kb. Minden negyediken bedobott zsákmányolás enchantot. Szóval az lesz valószínű a terv, hogy felfejlődünk 30-asra, és craftolunk egy új gyémántkardot, és rá dobunk egy enchantot, és meglátjuk, hogy az úgy most be fogja dobni. Szóval, ami most fog következni, szerintem megint átmegyünk a netherbe, gyűjtök kvarcot, hogy meglegyen a 30 plusz szint, és ja, igazából ennyi lesz a téma. Ezt nektek szerintem kivágom, ne kelljen nektek ezt végignézni, mert ez egy hosszabb folyamat. Amúgy lángrudom van otthon? Remélem van otthon lángrudom, ide kéne vajon leereszkedni. Lehetséges valahogyan? Vajon? Lehetséges, mert itt fal van. Alright. Megint beakadtunk egy pillanatra, de nem kell aggódni, amíg engem láttok. Jó, szóval nekiállok akkor most ilyet keresni, és meglátjuk. Utána lesz, te. Minecraft például leszett össze magad. Aztán utána mindjárt mesélek egy-két dolgot még, amiket el kell mondanom. De előtte gyűjtsünk akkor kvarcot. Ó, és kettő enderman, oké. Ezeket megöljük. És dobott egy enderpearl, yes baby! Ó, kicsit megvárom, hogy regenerálódjak. Ennyi elég lesz, ezzel már lehozzuk. És bum! És ez is dobott! Zsír a buli! Jó, és akkor igazából még egy picit bányászok enderpearl-t, és aztán megyünk fel. Enderpearl bányászni. Jó lenne enderpearl bányászni, de kvarcot bányászunk. Ó, és ott is vannak endermenek. Jó, azokat is megöljük. Nem rossz téma ez, így őszintén szólva. Az egyikre ránézek. Aha. Gyere, baby. Papá. Na, még egyet. Ezt elrontottam, és ez már nem dobott, oké. Nem az összes enderman dob. Természetesen, de ez dobott 7. Hát megérte ide lejönni, hát megérte mindenképpen, bakker. Lehet, hogy már nem is fog kelleni a zsákmányolás enchant érted, mire felmegyünk. De nem, azért mindenképpen jó lesz persze, csak jó.
Ez jól jött. Oké, 33-asok vagyunk, én úgy döntöttem, hogy meguntom, és akkor szépen visszamegyek. Tulajdonképpen ez tök jól jött, hogy itt találkoztunk, Endőr, mert nekem nincs még, mert ha lenne, akkor még én szívesen gyilkolásznék, de... De nem látok sehol. Nem probléma, így is hármat, három endőrpölt sikerült így lent gyűjteni. És akkor ezt tudom azt mondani nektek, hogy igazából azért nem csináltam élőadást, mert én mostantól csak Twitch-en szeretnék előadásokat csinálni. Itt ez, most tudom, hogy sokan nem fogtok egyetérteni velem, mert nagyon sokan ellene vannak ezzel a Twitch-es élőadás átállásnak, több videósnál is nálam is. De tényleg nem tudom egyrészt, hogy miért tartanak tőle az emberek, hogy miért félnek tőle, miért nem szeretik, pedig higgyétek el, előadásokra csinálni, nézni sokkal jobb a Twitch, mint a YouTube. És ne féljetek tőle azért, mert új, be kell regisztrálni ott. Én nekem, elmondom őszintén, a nem titkolt szopos nem megyek endőrt menezni. Nem titkolt hát tervem az az, hogy ott egy jó kis közösséget építsünk itt Twitch-en, akikkel el lehet beszélgetni, lehet csinálni jó dolgokat, menőségeket, és ja, akik erre vevőek, azok nyugodtan átjönnek, ott is csatornám a leírásban megtalálható, viszont az is gondolkodtam, hogy Twitch-en mégiscsak lenyomjuk az élőadásokat, és akkor ide YouTube-ra meg akkor készítek egy ilyen utólagos összefoglalót, ilyen highlights-okat talán. Ez erre is gondoltam még, de meglátjuk, hogy hogy lesz. Most nézzük meg, hogy mekkora szerencsénk lesz. Könyv nem fog állni. Hú, kérlek, legyen zsákványolás. Hátrálok és sújtás, shit. Hogyha enchantolok egy könyvet, akkor kapok újat. Szerintem nem, mi? Elég valószínűtlen. De azért megpróbáljuk. Kaptam újat. Oké, lángpallos 2. Nem. Ez még nem az igazi. Persze meg lehet, mellette lehet, hogy az van, de hát ugye... sújtás, sőt azért az kemény. De nem, ez sem az igazi, és már szerencse 3. Nekünk szerencse 2-nk van. Kell a szerencse 3. Kell hát. Mint az állat. Shit. És viszont így már lángfalos élesség. Így már nem lesz elég témánk. Viszont a lazulítom is elfogyott. Szerencse 2, már szerencse 3. Nagyon jó, azt igazából szerencse 2-t rátesszük. Hát igazából ez csak csákányon érdemes használni, nem? Szóval szerencse 3-at fogjuk használni. Na mindegy. Addig nézegetek inkább még egy kicsit, hogy hátra bedobja. Azt mondja, hogy könyv... Nem? Vagy kard jön? Lánkpors nem, akkor könyv jön. Mélyjárás, tűzállóság, könnyű esés. Kard? Törhetetlenség, élesség, ízet, lábúak, veszedelme. Nem. Gyengéd érintés, az steel touch, az nem kell szerintem, felesleges. Na most dob be! Nem dobja be. Nem hiszem el. Zsákmányolás 2! Könyvre! Oké. A zsákmányolás 2 az nem rossz. Zsákmányolás 3 is van, ugye? Vagy még 4 is van. Azt nem tudom. De zsákmányolás 2 az jó lesz. Az jó lesz. Hát... És menjek vissza Netherbe, még 4 szintér. Jó, visszamegyek, de innen folytatjuk. És meg is érkeztünk frissen és üdén 30-assal. Voltam a Netherben, és hát gyorsan felfejlődtünk. És már meg is csináljuk a zsákmányos 2 enchant begyűjtését. Yes! El sem hiszem, hogy végre sikerült igazából. Hát kellett már mindenképpen a szerencse 3-at meg a zsákmányolás rárakom az eszközeimre, és van egy telefonom, bocsánat. Szóval gyorsan erre rárakom a szerencse 3-at, illetve erre
pedig a zsákmányolás 2-t. Igen, és akkor most már tényleg mehetünk jó kis Enderman vadászatra, viszont itt kitakarítok az inventorimban, aztán indulhatunk. Viszont most nézem, hogy még csak egy lángrudunk van, ami nem jó, viszont hát akkor ezt az egyet el is használjuk, hiszen a főző állványt meg kéne csinálnunk. Azt hiszem így kell, ha jól emlékszem. Yes baby! És közben megnéztem és kiderítettem, vagy hát kiderült, hogy a lootingból, ó, és közben sötétedik, szóval menjünk az Enderman lelőhelyünkre. A lootingból a 3-os szint a legnagyobb, szóval gyakorlatilag a közepes erősségű lootingot megkaptuk a kartunkra, amivel én teljes mértékben meg vagyok elégedve. Remélem dobni fog egy-két Enderman 2, esetleg dobhat, hát 3-ot azért kétlem, hogy dobni fog, de hogyha már a fele duplát dob, akkor én már boldog leszek. Na végre itt van egy Enderman, elég sokat kellett jönni érte. Dobjál, léci! Dobott 3-ot. 3-at dobott, ajajajajajaj, ez gond lehet, mert itt nem vagyunk túl nagy biztonságban, de 3-at dobott. Yes! Ez zseniális érzés. Oké, ott egy Enderman, viszont most a nyomomban van vagy 3 skeleton, de ők talán elkezdték egymást lövöldözni, ami nekem tökéletes. Így, gyere baby, gyere egy kicsit, aztán elcsallak ettől a creepertől, mert nehogy itt ebből legyen probléma. Ez csak egyet dobott, de nem baj, legalább dobott, nézzük meg a következő mit fog adni. Legalábbis nem az a kérdés, hogy mit, hanem hogy mennyit. Az a helyzet, hogy most már olyan messze eljöttem, itt még szerintem nem is voltam, legalábbis ha csak a pálya elején nem erről jöttem. De szerintem itt még nem voltam, itt egy Ender bácsi. Hoppá, és dobott 3-at dobott ez is. Rekordtam a creepert, hogy mögöttem akar robbantani, egy kicsit megijedtem, hogy megmondjam az őszintén, mert nem egyszer haltam meg ilyen sunyi creeperekbe, de 3-at dobott megint. Mert 4 volt előtte, ha jól emlékszem. Gyere ide, baby! Megöllek itt. Ó, te kis cseles! Na, dobja 3-at, léci. Ez csak egy. Nem baj. Ez is nagyon jó, már 8-nál tartunk. Hát ez a zsákmányos enchant, ez egy zseniális enchant, hogy megmondjam a frankót. És 2 Enderman egymás mellett. Nagyon jó, amúgy ez már a visszafelé vezető út. Téged egyszer megütlek, és kivégezlek, egyet dobtál, nem baj, legalább dobtál, az a lényeg. Na gyere, baby. Most, rontottam, és ez 2-t dobott, jó. Nagyon jó. 11 darab. Hát sajnos már világosodik, elég valószínűtlen, hogy fogunk találni Endermant ezen az éjszakán. Hát sajnos ez már elúszott, de ettől függetlenül 11 darab, azt szerintem nem rossz. Azt szerintem nem rossz egy estére. Így most már nem is emlékszem, hogy mennyi van otthon amúgy. Szóval én most hazaugrunk és megnézzük, hogy hol tartunk, mert szerintem elég jól állunk. Na és összesen már 22 darab Ender gyöngyünk van, ami szerintem már elégnek kell lennie, nem? Hát azért, ugye alapból 12 kell, és 20, hát ez elég, szóval ez egy sikeres történet volt mindenképpen, viszont vissza kéne mennünk a Netherbe, egy kis lángrúdér kell, van íjunk, hát ami még kell, hát az tulajdonképpen építő anyag, de amúgy jól állunk, és akkor menjünk szépen egy kicsit a Netherbe, örjünk egy-két lángot, azt hiszem ez a magyar nevük. Oké, és már itt is vagyunk a várban, hát
Azt nem tudom, hogy merre kéne mennem, mert már szerintem már rég elfelejtettem, hogy hogy merre található, de szerintem bele fogunk futni egy-kettőbe, legalábbis én nagyon remélem. Eszek egyet, ebből probléma ne legyen, itt meg van jelölve, hogy ez a hazafelé vezető út, arra nem kell menni. Hát elnézzünk erre, szerintem, ha jól emlékszem, itt nem, itt nincsenek, hát majd meglátjuk tényleg, hogy egyáltalán találunk-e, mert hát szerintem azért az összespawnerüket nem ütöttem szét, meg hogyha szét is ütöttem volna, akkor is spawnoltak volna, nem? Tehát azok anélkül is tudnak, ha jól tudom, de lehet, hogy rosszul tudom. Hát egyelőre, ott van valami, végén nincsen szerintem. Még ezek a laggok! Egyelőre ez így kakika. Ez egy gazt, nem azt keressük. Na, erre vajon valami. Most már van ugye íjam is, szóval azzal könnyedén szét tudnám őket szedni. Darabokra, cafatokra. Ó, hallok. Fölöttem szerintem, és egyenesen elmegyünk, megnézzük, hogy what is this? Hát erre nincs semmi. Fölöttem hallom őket szerintem. Hát meg kéne próbálni fölfelé menni, vagy én nem tudom, valahogyan aha, ez nem jó. Oké, vagy ott egy ghost. Akkor lehet, hogy alattam vannak. Hello! Dobott valamit? Nem tudom. Nem tudom, hol lehetnek. Hogy megmondja a frankot, de ott... nem tudom. Előbb hallottam ugye őket. Megpróbálnak egy másik ösvényt megkeresni, és... ott találni valakit. Gyanús ez. Oh, baby, yes! Ezt veszettem, viszont ott van előtte egy izé. Egy olyan disztó, szóval hát nem igen tudok oda most íjazni, mert akkor a disztók megtámadnak. Van itt valami? Valaki van itt? Oh, az egy spawner! Yes! Gyertek, köcsögök! Kicsit sokan vagytok, jó, nyugi. Valaki jöjjön, aha. A looting kardommal jobb lenne őket megölni. Aha. Oké, felgyullasztam, de... szedve ezt túlélem. Yes. Oké. Oké. Spawnoltak újak? Egy spawnolt, oké. De mindjárt vissza, meg már 5-nél tartunk. Ami nagyon jó, és ebből nem is ez a root fog kelleni, hanem amit a rootból kapunk, nem? Ha jól emlékszem. És az nagyon jó. Na, lőjé. Na, most gyulladt fel, ha jól láttam. Így van, lőtt is a... ó, viszont itt van egy másik. Oké, azt megöltük. El tudok itt bújni? El tudtam, yes. Egyet dobott az előző is, és ez egyet se. Oké. Na, most valaki dobjon be nekem ide szépen. Gyertek, várok. Na, Erlang. Come here, bit. Ó, kettő. És már 9-nél is tartunk. Még egy spawnolási időt. Megvárunk még kettőt. Szépen legyalulok. Aztán szerintem ennyi elég is lesz. Legalábbis én nagyon úgy érzem, hogy sokkal több nem igen kellhet. 12 darab lángrúdunk van. Ez a zsákmányos enchant, ez zseni. Zseniális. Akkor szépen elindulunk. Az a... jó, téged még megöllek, ha ennyire kívánod a halált. 2, 5 és 13, megérte?
Let's go home. És akkor szerintem amúgy ezt a részt lehet, hogy le is lövöm. Mert igazából már csak haza kéne érnem. Innen jöttem. Nem valószínű. Na várjál. Most egy kicsit eltéjettem. De mindenképpen is szerintem lezárom ezt a részt, hiszen már csak hazaérek, és akkor szerintem a következő részre adjuk a potifőzést. Szerintem nem innen jöttem, szerintem... Ja. Jó, most oké, most tudom... Nem. De, tudom... Nem. De, tudom, hogy hol vagyok. Igen, itt töltem meg a gasztot, oké, akkor innen már haza fogok találni, szerintem. Szóval itt lezárom, most már harmadjára megpróbálom végigmondani ezt a rohadt mondatot. Ezt a részt, és nagyon remélem, hogy tetszett nektek, ha így van, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, és akkor írjátok meg hozzászólásba, hogy mit gondoltok arról, hogy, hogy akkor Twitch-en nyomnánk mondjuk élőadást, és ide YouTube-ra utólag készítenek egy ilyen highlightot. Mit gondoltok? Erről mindenképpen írjátok meg, hiszen nagyon sokat számít a véleményetek. Majdnem innen folytatjuk legközelebb. Innen jöttem? Kétlem, hogy innen jöttem volna. Lentről, így van. Majdnem innen folytatjuk, vagy legközelebb. Vagy valahogyan hazatállok, srácok. Én Lucky voltam. Sziasztok.